Volt egyszer egy öreg király, és annak három szép leánya. A fél lába már koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három lányát férjhez adni. Hiszen ez nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányára jutott hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azonképpen a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt legjobban szereti. Sorba kérdezte a leányokat, kezdte a legidősebbiken. Felelj nekem, édes lányom, hogy szeretsz engem? Mint a galamb a tiszta búzát, mondta a leány. Hát te, édes lányom, kérdezte a középsőt. Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a szellőt. Na most téged kérdezlek, fordult a legkisebbikhez. Mondjad, hogy szeretsz? Úgy, édesapám, mint az emberek a sót, felelte a kicsi király kisasszony. Micsoda! Mit beszélsz, te haszontalan? Förmete a király. Itt akarodj az udvaromból, de még az országomból is. Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz. Hiába sírt, könyörgött a király kisasszony. Hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót. Nem volt kegyelem, világgá kellett mennie. Elindult keserves sírás közt a kicsi király kisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnan nem is tudott kivergődni, szállást vert egy odvas fában, s kikijárt az erdőbe, szedett epret, málnát, magyarót, s amit csak talált, úgy éldegélt egymagába. Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volna, arra vetődött a szomszéd királyfi, s megpillantotta a király kisasszonyt a málna bokrok között. De a király kisasszony is észrevette a királyfit, s nagy ijedten beszaladt a faodvába. Utána megy a királyfi, s beszól. Ki van itt? A király kisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfa levél, s egy szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérde a királyfi. Hé! Ki van itt? Embere vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki! Ha ördög, menjen a pokol fenekére! A király kisasszony most sem mert szólni. Harmadszor is kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Szóljon, embere vagy ördög, mert mindjárt lövök! De már erre még ilyet szörnyen a király kisasszony, s kibújt a fa odvából, nagy szipogva, szepegve. Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyelte magát erősen, s keserves könyhullatás között mondta el a királyfinak, hogy ki, s mi ő. Megtetszett a királyfinak a király kisasszony, mert akármilyen rongyos, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette aranyos gyémántos ruhába, s két hetet sem vár, de még egyet sem. Azt gondolom, hogy még egy napot sem, de még talán egy órát sem. Vendégeket hívtak, megesküdtek, s csaptak akkora lakodalmat, hogy na, ki tudna azt megmondani, hogy mekkorát. Telt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb, mondta egyszer a király. No, feleség, én akkor, mikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot. Lelkem, uram, mondta a királyné, én másként most sem mondhatom. Azt kérdezte az édesapám, hogyan szeretem őt, és én azt feleltem, mint az emberek a sót. Jól van, mondta a király. Majd csinálok én valamit, tudom, visszafordul édesapád szíve. Hogy mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, s abban meghívta délebédre. Hát, el is ment a levél másnap, s harmadnap jött az öreg király hat lovas hintóval.
Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotának a legszebb szobájába, ott már meg volt terítve az asztal két személyre. Leültek az asztalhoz, hordják az inasok a finomnál finomabb ételeket. De hogy a szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek. No, ez volt csak az ebéd. Megkóstolja az öreg király a levest, merít belőle egy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat. Nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg király, ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóba főtt marhahúsban majd csak lesz. Nem volt abban annyi sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép sarjában, de vissza is viherték, mert a vén király csak megnyalintotta, és bele sem harapott, olyan cudar sótalan, íztelen volt, mind a sok drága pecsenye. De már ezt nem állhatta meg szó nélkül az öreg király. Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül sütfőz? Sóval sütfőz az máskor mindig, felséges bátyám uram, de én azt hallottam, hogy bátyám uram nem szereti a sót. Megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe. No, öcsém, ezt ugyancsak rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem? Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges király uram, mondta a fiatal király. Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belép a királyné, az öreg király legkisebbik leánya. Hely, Istenem, megörült az öreg király, mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a lányát, és azóta országvilág kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette ezt az országot is, és még ma is élnek, ha meg nem haltak. Thank you.